A karcag hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése projekt eredményeként ingyenesen lehet igénybe venni hulladékgyűjtő edényeket korlátozott számban. A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Ügyvezetőigazgatójával Balcz Józseffel beszélgetünk itt az egyik telephelyükön, miközben itt mögöttünk osztják a szelektív hulladékgyűjtő kukákat. Gondolom, hogy erre sokan vártak már, hiszen évekkel ezelőtt elindult a program a városban. Igen, így igaz, valóban már volt egy korábbi évben egy ilyen projektünk, ahol gyakorlatilag ilyen szelektív gyűjtésre adtunk át eszközöket, edényeket a lakosságnak. Sajnos az nem volt elegendő, tehát hál' Istennek az igény jóval nagyobb volt, mint amennyi eszközt annak idején be tudtunk szerezni abba a pályázatba. Most lehetőségünk nyílt, egy újabb pályázat keretében ismételten tudtunk ilyen eszközöket beszerezni, és most pótoljuk ezt a hiányt, ami akkor elmaradt. Első körben azoknak adjuk át az edényt, akik már gyakorlatilag évek óta váró listán vannak, úgymond, utána pedig lesz még lehetőség az újonnan csatlakozóknak is, hogy hozzájussanak ezekhez az eszközökhöz. Most hány kukát látunk itt? Több tízezer darab kukáról van szó. Ez nem csak a karcagi lakosságot érinti ez az osztás. Gyakorlatilag ez egy közös pályázat keretében a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással Karcag Városi Önkormányzat közösen pályázott és közösen nyert egy ilyen pályázati forrást. A pályázat érint két hulladékkezelő telepet, ez a Tiszafüredit és a Karcagit is. Ott is gyakorlatilag megújul a szociális épület, az egész hulladékkezelés rendszere. Nagyon nagy előrelépés lesz, hogy a vegyes kommunális hulladékot is előkezelő gépsoron fogjuk tudni átengedni, tehát azon fogjuk kezelni, ezáltal csökken majd a lerakásra kerülő hulladék, és ennek a pályázatnak a keretében egy fontos cél az elkülönített hulladékgyűjtés erősítése is. Ez kiterjed ugye a újrahasznosítható hulladékokra, tehát a sárga kukában gyűjthető hulladékokra, valamint a szerves zöld hulladékra, amit pedig a barna kukában tudunk gyűjteni. Ezekhez biztosítjuk mi most itt a pályázat keretében az eszközöket, részben a karcagi lakosság, részben pedig itt a hulladékgazdálkodási rendszerünkben csatlakozott települések részére. Milyenek a tapasztalatok, hiszen látjuk, hogy folyamatosan jönnek, akik vártak ezekre a szelektív kukákra, de milyen a tapasztalat, a lakosok már zsákokban is külön válogatják, tehát van már előrelépés az előző évekhez képest? Mindenképpen azt látjuk, hogy egyre erősödik a elkülönített hulladékgyűjtés, tehát látjuk ezt a hulladék mennyiségében, és nagyon jó hír számunkra, hogy gyakorlatilag a hulladék minőségében is látszik ez a fejlődés. Egyre inkább próbálnak a lakosok odafigyelni arra, hogy lehetőség szerint tisztán kerüljenek ezek az anyagok a sárga kukákba. Ez nekünk is nagyon fontos, hiszen emberek által kerül ez további szétválogatásra, tehát színre és fajtákra válogatjuk a különböző újrahasznosítható anyagokat. Tehát ez nagyon lényeges, hogy tényleg tiszta legyen ez a szelektív hulladékanyag. Nagyon fontos, és mindig hangsúlyozzuk, hogy ami már kérdéses, hogy most a szelektív kukába kerüljön, vagy esetleg a rendes hagyományos kukába, akkor már azt inkább a hagyományos kukába tegyük. Tehát itt én arra kérem tényleg a lakosságot, hogy lehetőség szerint a lehető legtisztábban gyűjtse ezeket a újrahasznosítható hulladékokat. Említettem, hogy az egyik telephelyükön vagyunk, itt épületfelújítás is történt. Igen, most jelenleg a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.-nek a telephelyén vagyunk. Ezt a telephelyet körülbelül egy 6 évvel ezelőtt vásárolta meg a társaság. Állt itt akkor is egy csarnoképület, de gyakorlatilag az még használatba vételi engedélyen volt, tehát egy megkezdett beruházás volt. Annak a gyakorlatilag a panelei nem voltak arra alkalmasak, hogy egy olyan épületrészt kiszolgáljanak, vagy egy olyan gépjármű javító műhelyt is kiszolgáljanak, ami a mai hőtechnikai szempontoknak is megfelel. Ezért az gyakorlatilag vissza kellett bontanunk, és egy topos pályázat keretében tudtuk ezt az új telephelyet megvalósítani. Itt újraépült egy csarnoképület, ez egy gépjármű javító műhely fog itt nekünk rendelkezésünkre állni, lesz raktárunk is, ugye ezeket a kukaedényekből is elképzelhető, hogy valamennyit meg néhány eszközünket is ugye raktározni tudjuk, és hát az a célunk, hogy majd a hulladékgyűjtő járművek innen erről a telephelyről induljanak. Szepesi Tibor képviselő is vitt egy sárga és egy barna kukát, de azt gondolom, hogy előtte is gyűjtöttem el szelektíven otthonában a hulladékot. Természetesen, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon fontos a környezetvédelem. Ugye eddig is volt lehetőségünk sárga zsákra, barna zsákra, sőt a komposztálót lehetett igényelni a környezetvédelmi Kft.-től. Én azt gondolom, hogy ahogy nagyon sok karcagi, természetesen én is, mi is éltünk ezekkel a lehetőségekkel. Itt az előbb hallottuk, hogy ez egy beruházás révén valósulhatott meg, és több tízezret
kukát sikerült beszerezni. Hogyan látja egyébként a környezetében, hogy tudatosak a lakosok már? Egyre inkább, én legalábbis azt látom, főleg amikor ugye nálunk péntek délelőtt van a szállítási nap, és egyre inkább látom azt, hogy ki van készítve a kuka, ki van készítve mellé a sárga kuka, a barna kuka, időben ki van téve, szelektíven van válogatva. Egyre többször találkozok a szelektív üveggyűjtő szigeteken olyan karcagi lakosokkal, akik igen fontosnak tartják, odahordják. Egyre többször kell üríteni ezeket a szigeteket. Tehát azt látom, hogy igen, egyre tudatosabban, odafigyelve válogatjuk szét azt a hulladékot, amely azt gondolom, hogy az urbanizáció révén egyre több. Egyre nagyobb problémát okoz ezeknek a gondoknak az orvoslása, tehát nagyon fontos az, hogy szelektíven tudjunk gyűjteni, mert az újrahasznosítás az mind az energiaforrásainkat kíméli. A Déri Néi intézményében is több helyen lehet már látni, hogy külön lehet gyűjteni ezeket a hulladékokat. Így van. Én azt gondolom, hogy példát kell mutatni először az intézményeknek, aztán pedig a szülőknek, és ahogy itt veszem át a kukát, egyre jobban látom azt, hogy nagyon sok fiatal jön, nagyon sok kisgyermekes család jön, tehát ha ebben nőnek föl gyermekeink, akkor azt gondolom, hogy megszokják, tudatosan fogják használni, és tudatosan fogják óvni környezetüket, földünket, bolygónkat.